A Makói járás hivatalban, mint a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal egyik szervezeti egységében három osztály működik, a hatósági, a szociális és gyámügyi, valamint a foglalkoztatási és a kormányablakosztály. A szociális hatóság és gyámügyi osztálynak a legfontosabb feladatai azok a gyermekvédelmi gyámügyek, illetve a szociális feladatok, valamint egyes köznevelési, illetve hadigondozási hatósági feladatok. A foglalkoztatási osztály feladatai pedig az álláskeresők ellátásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat jelentik, illetve a közfoglalkoztatás szervezését, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokat és szolgáltatásoknak a szervezését jelentik. A legszélesebb spektrumban a kormányablakok várják a lakosokat, ahol a személyi okmányokkal kapcsolatos közlekedési és igazgatás ügyeken túl az állampolgárok jelenleg több mint 2500 féle ügykört intézhetnek. Az osztály a polgármesteri hivatal épületében működik, ahol ott jártunkkor is kézről kézre adták a kilincset a különböző problémákkal érkezők. Lakatos Tóth Andor hivatalvezető elmondta, a makói járási hivatal ügyfélfogadási rendjében nincs változás. Ugyanúgy várjuk az ügyfeleket, ahogy eddig. Hétfőn reggel 7 órától délután 5 óráig, kedden délelőtt 8 órától 12 óráig, szerdán egész nap 8 órától 16 óráig, csütörtökön pedig reggel 8 órától este 6 óráig, illetve pénteken délelőtt is 8 órától 12 óráig. A Deák Ferenc utca 6 szám alatti telephelyen található a foglalkoztatási osztály, a Hollósi Kornélia utca 2/A szám alatti telephelyen pedig a földhivatali feladatellátás történik, ahol szintén nem változott a nyitvatartás. Már számos ügyben lehetőség van online ügyintézésre is, ezért érdemes felkeresni a képernyőn látható weboldalak egyikét.